Szép estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Az elmúlt hétvégén zsúfolásig megtelt a Jáger csoport sportcsarnoka Nemesfámoson a hálaadó ünnepségre. A dolgozók meghallgatták Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Sövényházi Balázs polgármester gondolatait, majd pedig következett a tulajdonos Csatári László, aki értékelte az évet, illetve felvázolta a jövőre szóló elképzeléseit. Ezt követte a hálaadás. A műsor befejező részében következett az Irigy-Honaj-Mirigy, majd pedig egy kétórás koncerttel Mága Zoltán. A szervezők a gyermekekről sem feledkeztek el, hiszen a Jáger csarnokba is megérkezett a Mikulás bácsi. A gyerekek által már nagyon várt Mikulás bácsi és a szétosztott több mint 100 ajándékcsomag megalapozta a hangulatot, amit csak tovább fokozott az egész este kiválóan zenélő Mondsány kapelle. Van Valeri, szólj estét magam szokré, Van Valeri, szólj és borbész morgás. A nagy színpadon déli 12 órakor kezdődtek az ünnepi hozzászólások. Elsőként Ovádi Péter országgyűlési képviselő köszöntötte a Jáger csoport dolgozóit. Köszönöm Csatári László barátomnak azt, hogy meghívott erre a rendezvényre, és amikor egy héttel ezelőtt felvázolta nekem azt, hogy milyen programokkal próbál kedveskedni a munkavállalóinak, azt mondtam, hogy ez igen. És tettem ezt mindezt, hiszen nagyon nehéz idejüket élünk, hiszen nemrég jöttünk ki a Covid-ból, most egy háborús helyzet sújt minket, és ezekben a nehéz időkben nagyon fontos az, hogy egymásra odafigyeljünk. Odafigyeljünk azokra a közösségeinkre, amire úgy gondoljuk, hogy nagyon szükségünk van. És amikor azt gondoljuk, hogy Nemesvámoson, Veszprémben és a térségben jó élni, akkor mindig arra gondolunk, hogy azért, mert van kire számítanunk, van kihez fordulnunk, és van kihez esetleg odafordulnunk akkor, hogyha segítségre van szükségünk. Én köszönöm Csatári úrnak az, hogy iránytű tud lenni a többi vállalkozás számára. Amikor válság van, akkor nem leépítésen gondolkodik, hanem azon, hogy hogyan tudja még jobban megerősíteni a pozícióját, nem csak a térségben, hanem az egész országban. Úgyhogy én gratulálok neki, gratulálok önöknek, hiszen mindig elmondja azt, hogy csak csapatba tud erős lenni. És azért erős a cégcsoport, hiszen önök minden nap tesznek ezért. Úgyhogy nagyon nagy köszönet önöknek, és azt kívánom, hogy jövőre is ugyanebbe a körbe tudjunk együtt ünnepelni. Jó látni egyrészt évről évre azt a fejlődést, amit a cégnél tapasztalhatunk, hogy egyre többen vannak, egyre több munkahelyet teremt, innovatív vállalkozás, mindig előremutató, 20-30 évre gondolkodik előre. És most is megnyugtatott, hogy mikor megkérdeztük a nemesvámosi vállalkozókat, hogy mit prognosztizálnak a jövő évre, hiszen nehéz év előtt állunk, és ez mai napnak nem ez a programra, hogy erről beszélgessünk, de mégis azért azon a szinten, hogy mire számítanak, és Csatár úr mosolyogva, hiszen azt mondta, hogy hiszen fél évre, ha csak gyártanunk kéne, akkor sem érjük utol magunkat, úgyhogy a munka az adott. És ami külön öröm és számunkra, az a társadalmi felelősségvállalása. Akárha csak azt nézzük ezt a mai programot, hogy nem csak a munkatársakat, hanem a családjaikat meghívta, hogy érezzék jól magukat egy kiváló programmal, odafigyel a munkatársainak, nem az, hogy csak hogy dolgoznak, hanem ez mellett a családra, programokra, hogy egy kis lelki feltöltődést tudjon átadni nekik, hiszen itt vagyunk az advent időszakában, de ugyanezt megteszi a településsel is. Ezek mind olyan ismérvek és jó tulajdonságok, úgyhogy én szívből gratulálok, és folytassa tovább ő is, illetve a csapata is, hiszen amit képviselő úr elmondott, egy vállalkozás akkor jó, hogy kiváló csapattagok vannak, akivel jól lehet együtt dolgozni, akkor lehet előre menni és fejlődni. Én gratulálok, és mindenkinek áldott békés, boldog karácsonyt, és egy
egészségben, sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok! Sokan csodálkoznak, hogy mit keres itt egy egyházi ember Palásban, ezen a szép vállalati családi ünnepen. Nos, azért jöttem, hogy azt a többet, azt a pluszt próbáljam önöknek átadni, ami túl van minden emberi munkán és fáradozáson. Azt, amit a régiek talán még jobban tudtak, és amit a Biblia a Zsoltárok könyvében így mond, hogy emberé a munka, Istené az áldás. Ha az Úr nem építi a házat, akkor bizony hiába fáradoznak az építők. Nos, az a plusz, az a több, ami nehéz időkben is sikeressé, áldásossá tesz egy cég életét, az Isten áldása. Ezt köszönjük meg most hálaadással, ennek a hamarosan elmúló esztendőnek a végén, hogy Isten megáldotta mindennapi fáradozásunkat, megadta, hogy a mi munkánk ne csak kenyérkereset, ne csak lélekölő robot legyen, hanem valóban örömteli, fölemelő, áldást hozó mások számára is hasznos munka legyen. És ezt az áldást kérjük el az előttünk álló időre is, hogy nehéz időkben, gazdasági válság közepette is legyen értelmes, legyen tartalmas, áldott a mi mindennapi munkánk, legyen annak gyümölcse, szeretteink, családjaink számára, településünk számára, és így gazdagítsa az életet. Ezekkel a szavakkal kérem és kívánom Isten áldását. A mindenható Atyaisten bőséges áldása, a Fiú Isten irántunk való irgalmas szeretete és a Szentlélek vezetése kísérje tovább mindennapi munkánkat és egész életünket most és mindenkor. Amen. Tudjátok, én úgy gondolom, hogy minden vállalkozásnak van egy útja. Van egy útja, amerről ha letér, az mögött kudarc, veszteség van. De minden alkalommal, amikor visszatalálunk, és egy vállalkozás visszatalál erre az útra, akkor újra megnyílik a jövő. Tekintsük az elmúlt időszakot egy kicsit ennek a tükrében. Néhány évvel ezelőtt, amikor itt voltunk, és birtokba vettük ezt a tornacsarnokot, akkor egy idézetet kaptam tőletek. A lényege, amit adhatunk a gyerekeinknek, gyökerek és szárnyak. Ez volt az első gondolat. Tudjátok, gyökerek nélkül nincs szárnyalás. Egy vállalkozásnak, amelyiknek nincsenek gyökerei, annak nincsen szárnyalása sem. Meg kell ismerni, föl kell építeni ezeket a gyökereket. Itt vagyunk mindnyájunk. Köszönöm. Utána következő gondolat, ne a járt úton haladj. Egy gondolatot, amit ezzel kapcsolatban megjegyeznék és megtanultam. Magyarország egy agráripari ország, és tudjátok, nagyon sok ugar van. És azt is tudjuk, hogy ha az ugar feltörése, az mindig nehéz, verítékes munka. De amikor föltörjük az ugart, akkor alatta előbukkan a jó, jó termőföld. És ez váratlan, sokszor kiszámíthatatlan. Egy cég élete, az pontosan ugyanilyen. Pontosan ugyanígy járatlan utakon járunk, pontosan ugyanígy ugarokat törünk, olyan területeket, amiket korábban nem jártunk. De mi az eredménye? A gondolat azzal zárult abban az évben, hogy te hagyj lábnyomokat. Ma, ha jól gondolom, Magyarországon szinte nincs olyan utca a hazánkban, ahol valamiféle lábnyomunk ne lenne. Akár egy villanyóra szekrény, akár egy telefon, akár a villamos hálózatokban, bárhol, a családoknál is. Ott vagyunk ezekben az adventi időkben is a házak falán, és ugye mi kellett hozzá? Járni
a járatlan utakat, és hagyni új lábnyomokat, föltörni ugart. Ez a sikernek az útja. Enélkül nincs jövőkép. Az elmúlt években beszéltünk arról, hogy új utak. Az új utakon jártunk, és építkeztünk megállás nélkül az elmúlt 5 évben. Még felsorolni is hosszú lenne azok a beruházások, azok az építkezések, amelyeket befejeztünk az elmúlt hónapban azzal, hogy még az utolsó utunkat is képletesen és valóságosan is leaszfaltoztuk, fölújítottuk. Így ma minden munkahelyen, az irodák környékén, mindenhol, ahol járunk, új utakon járunk. Az új utak, azok mindig a sikernek az útja is. De csak abban az esetben, hogyha mi az általunk és a sorsunk által kijelölt úton járunk. Néha vissza kell térni. Mi is jártunk olyan utakon, akik velem vannak sok éve, mi is jártunk olyan utakon, amigen nem kellett volna járni. Hozott is nehézséget, hozott is olyan kudarcokat, amikor az ember elgondolkozik azon néha, hogy van-e értelme tovább folytatni. De higgyétek el, van értelme. Amikor ma itt látlak benneteket, önöket, családokat, gyerekeket, akkor azt mondjuk érdemes. A következő év gondolata a kőszikla volt. A Biblia is számtalan esetben tanít bennünket arra, hogy homokra ne építsünk. Csak kősziklára, mert jöhet vihar, jöhet válság, bármi, de akik kősziklára építik a házukat, annak nem lesz romlása. Egy vállalat, egy vállalkozás sem épülhet másra, csak kősziklára. Az elmúlt időszakban néhány munkatárs bizonyult nagyon erős kősziklának, akikre lehetett támaszkodni bármikor, akik munkájukkal, hozzáállásukkal, szorgalmukkal, példát emberségükkel is példát mutattak mindnyájunknak. Persze mondhatnánk itt most majdnem mindenkit, mert egyetlen dolgozó se, egyetlen kolléga sincsen ma közöttünk, aki ne dolgozna szorgalmasan. Hálám és köszönetem mindnyájuknak és a családjaiknak is. De van néhány munkatárs, akit ma itt és most szeretnék kiemelni, és nekik külön megköszönni azt a munkát, amit az elmúlt évek építkezésein, beruházásain messze-messze többet teljesítve, ügyességbe, kitartásba letettek az asztalra. Svéd Ervin. Rubin János. Terebesi László, Csere Ferenc, Horváth Tibor, Csatári Henrik, Szolga József, Dévényi Norbert és Kerepász Lajos. Általában füzetés napkor szoktuk köszönteni a jubiláló munkatársakat, de most úgy voltam vele, hogy talán ennél nagyobb nyilvánosságot, ennél nagyobb hálát nem tudok kifejezni, csak ha úgy köszöntöm őket itt, mindenki előtt, családtagjaik előtt. Fény Zoltán. Kovács Tibor. És a Szőke Attila. Egy kicsit a jövőről. Akarjatok nyerni, akarjatok fejlődni, tanulni, létrehozni dolgokat, és akarjunk többet keresni, jobban élni, mert ez a jövőnk. Amikor fölülemelkedünk a mindennapok gyötrődésein, mindennapok küszködésein, és egy kicsit optimistábban tudunk gondolkozni a jövőről, akkor az olyan, mint amikor lenézünk a magasból, onnét minden tisztábbnak, onnét minden sokkal szebbnek látunk, de mi kell hozzá? Maradj az úton.
Ez a gondolat, ami a következő időszakot ebben a cégcsoportban meg fogja jellemezni, fogja, hogy maradj az úton. Az úton, amelyet jártunk az elmúlt időszakban, ahogyan visszatekintettünk, voltak kősziklák, keletkeztek gyökerek, a gyerekeink, a családjaink szárnyalni fognak, hiszem azt, kívánom mindannyiótok életébe, hogy legyetek példák, legyetek jó példák, és legyenek jó példák a szülők, a gyermekek életében, hogy ők szárnyalhassanak, mert hiszem azt, hogy ez a szárnyalás fog bennünket vezetni újabb és újabb utakra. Az utolsó mondat, amit szeretnék elmondani, hogy élhessünk úgy, ahogy mások csak álmodnak. Kívánom mindnyájuknak, éljenek úgy, ne csak élhessenek, hanem kívánom mindnyájuknak, hogy éljenek úgy, amiről mások csak álmodoznak. Boldog karácsonyt! Lacinak van a szívében egy látás arról, amit csinál, és ezt kívánom minden embernek, ez legyen meg a szívükben, hogy el szoktad mondani a barátaidnak, hogy mikor megláttad a szemeid előtt azt a kis dobozt, amit először elkezdtél aztán gyártani, ami azt az egész országra kiterjedően ugye megjelent, a telefonos dobozokra gondoljatok, meg aztán a villanyos szekrények, meg minden, amit a Laci készített, és hát ez abból származik, hogy volt egy meggyőződés, hogy ez az ő dolga itt ezen a földön, hogy ezt véghez vigye, és hogy ezt sok ember számára áldást jelentsen az ő ismerősei, barátai között. Én szeretnék egy áldást mondani a cégre, a jövő évre, és köszönöm, hogyha ezt velem együtt veszik, és meghallgatják, és hasonlóképpen gondolkoznak. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük te neked azt a csodálatos kegyelmet, amit megmutattál Lászlónak az életében. Nagyon köszönöm, Uram, azt a látást, amit a szívébe helyeztél, és amiből kinőtt ez a fantasztikus nagy vállalkozás, ez a cég. Nagyon köszönöm, Uram, hogy te megtartottad őt egészségben, és hogy ma már nem egy, nem kettő gépe van, hanem meg sem lehet számolni azokat, és hogy ma már nem egy-két emberrel dolgozik, hanem több száz emberrel van kapcsolatban, és több száz embernek ad munkát. Mi ezért téged dicsőítünk, Urunk, mert te vagy a növekedést adó Isten. És én kérlek arra téged jövőre is, 2023-ban is a kegyelmed vegye körül a László életét, a családja életét, gyermeke, unokái életét, hogy tudjon a továbbra is növekedni, zöldelni, virágozni, és a cégnek minden alkalmazottja, aki kötődik a Lacinak a vállalkozásához, legyen áldott, legyen sikeres, fejlődjön, növekedjen Isten dicsőségére, Jézus Krisztusnak a csodálatos nevében. Amen. A társadalmi felelősségvállalás, úgy látom, az ön számára nagyon fontos. Támogatjuk a rászorulókat, hiszen azt gondolom én magam is, hogy aki egy nagyon nehéz háttérből jövök, és az ember hálásnak kell legyen a sorsának, ha valahova följut vagy eljut, és meg kell emlékezni azokról, akik szükségben szenvednek, bármiben is, és adni kell. És jó dolog a világon, a legjobb dolog adni. Itt mögöttem megint doboz piramisok vannak, mint minden esztendőben, nagyon komoly ajándékkal lepi meg a munkatársait. Nem értünk el oda, hogy szinte már várják. Ez mindig meglepetés, soha nem tudják, mi van benn. De a legfontosabb dolog az adni. Az emberek az ilyen adventi időszakban az ajándékvárás, az áldás várásban vannak, egy reménykedésben, egy elcsendesedésben. Ez a hang most itt, ez a hangzavar, ez most nem az, nem arról szól, na jó, de hát most ünneplünk. De nem felejtjük el, hogy a hálaadás ideje, az adventnek az ideje, az egyben az ajándékvárás. És amikor ennyi ember várja az ajándékot, akkor egy nagyon jó dolog, és nagyon hálás feladat az enyém, hogy adhatok. És kívánom azt, hogy a jövőben is adhassak. Ha lehet még többet, és még többet, és még többet. Ha visszanézek az előző időszakra, de akár 2022-re is, azt mondhatom, hogy megint szép sikereket értek el. Jött a miniszter úr, avatta az újabb csarnokot, és sorolhatnám, hogy mi minden történt.
hova lehet még előre jutni, hiszen Csatár úr már annyi mindent elért, és annyi minden megvan, de ismerem önt, hogy tudom, mindig vannak új tervek. A jövő az mindig nyitott. Egyszer egy fontos ember mondta, hogy a válságból csak kinövekedni lehet. Tehát ha túl akarjuk élni a válságot, akkor növekedni kell. És egy kicsit jobban, gyorsabban, mint mások, és akkor talán a siker is követ bennünket, amerre megyünk. Lassan nem férnek be ide a sportcsarnokba, annyian vannak a cégnél, de ez jó dolog, ez azt jelenti, hogy ön igen sok családnak ad munkát. De gondolom az is fontos, hogy ez egy nagyon jó közösség. Igen, hiszen amikor így megvendégeljük a családokat, ugye minden társadalom alapeleme, alapépítő kockája a család. Tehát ha a családok erősödnek, gyerekek, gyermekek együtt a szülőkkel örvendeznek egyfajta adventi várakozásban, vágyakozásban, egy programba, egy jó ebédhez, akkor az jó mindenkinek, és viszik a jó gondolatokat, a jó szellemet viszik magukkal, az emberek egy áldást visznek magukkal, és arra, merre mennek, követi őket az áldás, ebbe bízunk és reménykedünk. Azt hallottam a munkatársaitól, hogy itt megéri jól dolgozni, mert a főnök megbecsül bennünket. Ön ma néhány embert felhívott a színpadra, de azt gondolom, hogy ha nagyobb színpadra lehetett volna embereket hívni, akkor sokkal többet is hívhatott volna, mert hiszen gondolom épp elég olyan munkatárs van, aki sokat segít, és nagyon jól dolgozik. Hát ahogy mondtam is, talán túl kicsi ez a színpad, hiszen legszívesebben mindenkit felhívná. Mert minden emberre szükség van, minden dolgozóra, minden kollégámra szükség van, senki nem fölösleges közöttünk, és nagyon hálás vagyok azért, hogy ők itt vannak velem, kitartanak jóba, rosszba, kemény időkben, mindenben, de amikor látjuk azt, hogy így az utolsó pillanatokban az új utak és az úton maradásnak a szimbolikus megjelenítése is tulajdonképpen az volt, hogy egy hónappal ezelőtt minden létező utunkat felújítottuk. Hogy tudjunk menni, tudjunk széles úton járni, botlás nélkül az új utakon, és hogy meg is tudjunk maradni botlások, meg tévedések nélkül az utakon. Ezeken az utakon ma megérkezett ide a Mikulás bácsi is, nagyon sok gyerek örömére, sőt, most, amikor beszélgetünk, még nincsenek itt, de hamarosan megérkeznek olyan neves művészek, akiket tulajdonképpen azt hiszem, hogy ha most ön nem hívta volna meg őket, nem igen látnak Nemesvámoson, bár itt is sok rendezvény van, Mága Zoltán, Irigy Honaimirigy, nem akármilyen nevek. Valahol azt tanuljuk, hogy ha adsz, akkor jól megrázott a nagy. Tehát ugye az másik mondás, aki szűken vet, a szűken is arat. Hát akkor vessünk bőven, és arassunk is bőven a következő időszakban. És talán azt gondolom, hogy Mága művész úr megjelenése nálunk, talán sokak szívében, lelkében ezt az adventi megbékélést, adventi várakozást elősegíti, és talán egy olyan színvonal, egy olyan nívó, amire nagyon sokan csak várnak. És amikor arról beszélünk, hogy az utolsó gondolatom ugye, ami volt is, hogy éljünk úgy, amiről mások csak álmodoznak. Ez nem csak egy gondolat volt, hanem egy óhaj, egy kívánság, hogy mindenki éljen úgy, ahogy mások csak álmodoznak. Még a Mikulás bácsiról ejtsünk ezt szót, hiszen azért nem csak ő volt itt, hanem hozott magában nagyon sok mindent. Olyan játékpark van itt hátul, hogy csak ámultam. Hát ugye szintén ugye visszautalok csak a gondolataimra, a gyökerek és szárnyak. Ugye mi vagyunk a gyökerek, mi építjük, mi kezdünk el valamit, elkezdtünk valamit. A gyerekeink életébe is gyökeret eresztünk azáltal, hogy ők bejönnek ide, látják, hogy mi zajlik, milyen közösségben vagyunk, ők is látják ezt, és amikor azt kívánjuk, hogy ők szárnyaljanak, akkor ez egyfajta olyan kívánság is és vágyódás, hogy ez a szárnyalás a közösség érdekében is megtörténhessen a következő időszakban. Télapó nagy segítség ebben. Egyébként ugye, hogy visszatérünk ide a mai műsorhoz egy másik részéhez, ön ugye felhívta munkatársait és adott át jutalmakat, de aztán jöttek az ön kollégái, és szintén adtak át önnek jutalmat, méghozzá festménytől kezdve virágot, és még mást is. Azért ez azt jelenti, hogy itt a munkatársak és a főnök közt egy harmonikus kapcsolat van. Hát nagyon fontos a családi légkör, a közvetlen hangulat és a közvetlen légkör, hiszen nem lehet egy olyan világban, ami nehezedik. Mindenki tudja, hogy nehezedik, nem kérdés ez. De túlélni csak egy barátságban lehet, egy olyan közösségben,
ahol egymásba kapaszkodunk. Egyszer Gál tanár úr elhunyt már, sajnos nincs közöttünk, de ő mondta azt, hogy tanulj meg, fiam, hogy egymás vállára állva messzebb látunk, de csak egymás vállára állva. És én megtanultam, én igyekeztem jó tanuló lenni, nagyon sokat tanultam tőle, amiket beépítek, és a napjaimban, és a következőkben, és az életemben. És nagyon hálás vagyok azért a sorsnak, hogy ilyen embereket megismerhettem, és ezek az időszakok egy kicsit ilyenkor a megemlékezés időszaka is. Én azt vettem észre, hogy Csatári úr nagyon jó meglátással néz a jövőbe, hogy valahogy megérzi, hogy merre fele kell menni. Ha most feláll a, ugye egymás hátára állva, a munkatársak hátára, és körülnéz, mit lát most? Hát boldog embereket. Olyan embereket látok, akik jól érzik magukat, és azt lehet tudni, hogy ott, ahol a légkör is jó, emberek jól érzik magukat, oda a pénz is megy. Mert a pénz is oda megy, ahol szeretik. Ebbe bízunk, és ugye végső soron, ugye, ha szeretjük a pénzt is, tehát akarjuk, hogy legyen nekünk, akkor a pénztárcánk sose lesz üres. Kapcsolat van köztetek és Csatári úr között, mert ez már nem az első találkozás, úgy látom ez egy barátság lesz lassan. Igen, hát nagyon örülünk és büszkék vagyunk rá, hogy újra itt lehetünk. Ezek szerint valamit jól csináltunk, és örülünk neki. És szuper, itt általában nagyon jól szokott lenni a buli, meg nagyon megadja a módját. Azért ugye ez a helyszín nem olyan, hogy mindenkinek megvan a maga helye. Ez egy sportcsarnok, 63 fellépő, mindenféle programok. Azon gondolkodtam, néztem az előbb, hogy mit csináltok, vetköztök, táskákat hoztok. Hogy találtok meg mindent a fellépéshez? Hát alapvetően sorba vannak rakva jelmezek, pontosan azért, mert van, mikor kicsit necces az öltözés, kicsit kicsi a lehetőség, és nekünk mindig be kell sliktolni minden jobb oldalon, a paróka, bal oldalon, a napszemüveg, középen a ing összehajtva, fel vagyunk erre már készülve. Amikor legutóbb Herenden beszélgetünk a Majolikában, akkor éppen mondtátok, hogy ugye bemondhatjuk, hogy jön a nagy koncert Budapesten, hiszen 30 éves lesz az együttes. Hát most már 32 vagytok. Most várni kell az igazi nagy durranásra újabb 3 évet? Most meg kell, most még bemutatjuk, hogy már volt, és hál' Isten nagyon nagy siker volt, 20 ezer ember volt a Grupama Arénában, az életünk legnagyobb koncertje volt, nagyon jól sikerült, nagyon készültünk rá, hogy egy óriási élményekkel telve mentünk bele a nyárba, kicsit pihentünk utána, és utána folytattuk a nyári turnét, annak a koncertnek kicsit változatával, és ma is készültünk új dalokkal, ez egy más jellegű fellépés lesz, de lesznek újdonságok, hogy ne unjanak meg minket az emberek. És akkor, ha a következőt nézem, a 35 éves nagy jubileumi koncertet, az már úgy kezd most, már ilyenkor fejbe úgy körvonalazódni? Hát egyelőre még a nyugdíjat tervezgetjük, hogy 35 az még annyira messze van, hogy még egyelőre abban nem foglalkozunk, az új műsor turnéztatjuk, amit most ugye a nyári bulira raktunk össze, és szerintem jövőre még azt a programot visszük, és hát majd talán egy másfél-két év múlva elkezdünk foglalkozni esetleg a 35-ösen, ha még megérjük. Egyébként sokszor eszembe jutott, hogy amit csináltak, az annyira szenzációs, és ezt mindenki érzi is, meg látja is, meg hallja is, hogy amikor majd 70 évesek lesztek,
akkor sem tudjátok abba hagyni. Hát erre nehéz válaszolni, mert 20 évvel ezelőtt is már feltette nekünk ezt a kérdést, hogy meddig lehet ezt csinálni, és akkor sem tudtuk. Mi azt gondoljuk, hogy amíg tudunk, meg tudunk újulni, és tudunk olyan dalokat csinálni, amit még mindig friss, és a közösség mindig szeret, amíg nem lesz izzadságszagú, addig, hát ezt nagyon nehéz abba hagyni, igen. Tehát ez nem egy sport, hogy ugye elfárad az emberek az ízületei, hanem ez egy életforma, és ezt, hát nem tudom, hogy mikor lesz vége, ha vége lesz, hogy lesz vége, ezre nem tudok választatni is. Ez egy rohanás, nem? Egyik fellépés, hogy jön a másik után, hazamegyünk, kéne új dalt is csinálni, van a család, a mindennapi dolog, ezt hogyan bírjátok? Hát igen, vannak pörgősebb időszakok, például a nyár és a december például pont ilyen, hogy sok fellépésünk van, rengeteg céges meghívásunk van, nyáron pedig a városi és falunapok az, ami a még több. De aztán vannak ilyen csöndesebb időszakok, mint a január-február, akkor esetleg új dalok keresgélésével töltjük az időt, vagy klipet forgatunk, vagy szöveget írunk, és aztán ahogy jön a tavasz, jön a jobb idő, megint beindulnak a fellépések. Az Irigy Hónai Mirigy nagy sikerű műsora után Mága Zoltán hegedű művész és zenekara adott 2 órás koncertet. A programban Brahms magyar tánca épp úgy helyet kapott, mint a Monti Csárdás és a Radetzky induló. Mága Zoltán a meglepetések egész sorával kedveskedett a Jáger csoport dolgozóinak. Előbb a művész lánya, Mága Jennifer lépett színpadra, legújabb CD-jéről 4 dalt is elénekelt, majd pedig ifjabb Mága Zoltán mutatta be felgeteges hegedű tudását. A késő délutáni programban minden dolgozónak jutott Mága Zoltán újévi koncertjére szóló belépőből, és egy-egy Best of CD-t is hazaviettek a Jáger csoport dolgozói, amelyet a művész a helyszínen dedikált. A 120 perces koncert legnagyobb meglepetéseként Mága Zoltán Csatári Lászlónak ajándékozta hegedűjét. Természetesen a koncertet azért volt mivel folytatni.
Az egésznapos program végén Csatári László tulajdonos valamennyi munkatársát megajándékozta, a közel 300 dolgozó boldogan vihette haza karácsonyi ajándékát. Kedves nézőink, magazin műsorunk végéhez érkeztünk. Köszönöm szépen figyelmüket. Munkatársaim nevében is további szép estét és jó szórakozást kívánok. Viszontlátásra!